A Metalwolf Kft. Fő tevékenysége talajelmunkáló eszközöknek a gyártása, tárcsák, kombinátorok, kultivátorok, talajlazítók, hengerek, Cambridge henger, gyűrűs henger, tehát elég széles a paletta, elég sok minden van. 25 éve csináljuk már, úgyhogy már elég régóta. A termékpaletta hogyan áll össze? Mennyi ebből esetleg a saját gyártású gépberendezés, és mennyi az, amit esetleg más gyártó által forgalmaznak? Hát szinte 100%-ban ez saját gyártmányú, saját tervezésű gép. Hogyan látja a magyar gazdálkodó, mennyire fogékony az innováció iránt, mennyire fontos ez a mai gazdálkodónak? Egyre több a hozzáértő, precíz gazda, ami igyekszik kiválasztani azt a gépet, ami számára a legmegfelelőbb, mert úgy látom, szakmailag is elég fölkészültek, tehát a gazdák már odafigyelnek rá, hogy olyan gépet vegyenek, ami valóban nekik legjobban megfelel, és hát ami azért hát bírja a gyűrődést, úgymond. Tehát egy kicsit keményebb, kötöttebb talajokon is. És úgy gondolom, hogy a mi gépeink azok erre a célra megfelelnek. Itt a kiállításon is egyértelműen látszik, hogy nagy az érdeklődés a standjukon. Mi az, ami iránt a leginkább az érdeklődés megnyilvánult az elmúlt két napon? 25 éve a pályán vagyunk, a vevőkörnek a több mint 30%-a visszajár hozzánk, visszajön, mert korábban vásárolt mondjuk egy kisebb eszközt, de most neki van egy nagyobb teljesítményű traktora például, és akkor ahhoz vásárol elmunkáló eszközöket. Amit újítottunk, azért már 3 éve a piacon vagyunk vele, az az éggyűrűs elmunkáló henger, ami a gazdák részéről igényként jelentkezett, hogy csináljunk a tárcsák után, kultivátorok után, én gondolok itt most a szántóföldi kultivátorra, egy olyan hengert, ami hatékony, ami megfelelően tömörít. Na most itt ugye sok mindent figyelembe kell ilyenkor venni, mert azért nagy súlynak kell lenni, de mivel hogy viszi magával ez az eszköz, tehát rá van rakva, tehát nem mehetünk el a végtelenségig, mert ugye akkor vagy nincs hozzá megfelelő traktor, vagy túl kell méretezni a traktort ahhoz, hogy függesszel például szállítsa, vagy pedig hát a másik változat vontatott kivitelbe kell megcsinálni, ami kicsit drágítja. Természetesen erre is van megoldásunk, mert ezt is gyártjuk, illetve csinálunk ilyet is, hogyha erre van igény. A gazdálkodónak hány lóerőtől hány lóerőig van az a skála, amiben tudnak önök kínálni munkagépeket? Mi palettánkban tulajdonképpen 30 lóerőtől mondom a 300 lóerőig, tehát ehhez a teljesítményhez gyártunk mi eszközöket, talajelmunkáló eszközöket, természetes olyat, amit kérnek tőlünk, amilyen igény van. Mi igyekszünk egyedi igényeket is kielégíteni, ha szükséges. Mi lesz a jövő? Az idei slágere milyen munkagép lesz esetleg, amit azt lehet mondani, hogy na hát ez biztos, hogy nagy érdeklődésre fog igényt tartani a gazdálkodók körében? Van ez a kompakt tárcsánk, ami vontatott kivitelbe készült, ugyanez egy DD hengerre, ami nagyon komoly, tehát ugye voltunk kint tesztelni, a kukoricaszármaradványt nagyon-nagyon szépen eltüntette a földbe, szinte azt lehet mondani 20-30%-nál több mulcs nem maradt a föld tetején, tehát nagyon jól dolgozott, hát ajánlanám ezt is, ajánlom tulajdonképpen a lazítóinkat, de ugyanúgy a szántóföldi kultivátorokat, vagy hát a tárcsákat ezzel a éggyűrűs hengerre, tehát ezek is nagyon jól beváltak. Tehát nagy tárcsáknál is, ilyen 6-2-es tárcsáknál is, amit már ugye használnak, viszonylag 6-800 hektáros gazdák, illetve Kft.-k használják, és tényleg nagyon jól teljesítenek. Ez a visszajelzés.